az új rendezvény időpontja, ami 2014. június 2022. Azért ez az időpont, mert egyre nagyobb számú fiatal kell útra, hogy Lóháton jöjjenek el a rendezvényre, és az ő érdekükben várjuk meg az iskolai időszak végét. Repülj, madár, repülj, Jánoságra repülj, édes galambomnak gyenge vállára ül. A közel fél évszázados Hortobágyi Lovasnapokat fogja idézni egyrészt maga a helyszín, ami a Mátai Ménes területe, és a hangsúlyok a pásztorkultúra irányába tolódnak el, illetve egyes szakági versenyek szerves részei lesznek a rendezvénynek. A nyerekszemlét fogja idézni az ide sereglő lovasok várható tömege, és azok aktív részvétele a műsor folyamban. A rendezvény alapgondolata, és tulajdonképpen ezért vagyunk mi, hogy szervezünk egy olyan rendezvényt, ahol lovasok találkoznak, és gyakorlatilag a lovas lét örömét megülik, megünneplik, megosztják egymással, és a rendezvényre ellátogató laikus nézőkkel. A Hortobágyi Nonprofit Kft-vel közös tervünk az, hogy a továbbiakban együttesen két rendezvény, egy új rendezvényt alkotva, egy jó ideig most a Hortobágyon lesz megrendezve. Rab vagy rúzsám, rab